Szevasztok srácok, Csipi vagyok, itt van velünk Alex is. Sziasztok! Ez ugye nem a fő akuntunk, hanem egy ilyen mellékprofil. Megcsinálunk most pár SBC-t, adunk egy plusz lehetőséget arra, hogy nyissunk egy Totti játékost. Nem nagyon hiszek ebbe a pakbontogatásokba, nem nagyon szokott ebből esni nekünk semmi, meg szerintem nagyon nehéz Totti kártyát nyitni. Viszont úgy gondoltuk, hogy egy ilyen másik akunton is lepörgetjük ezeket az Advanced SBC-ket, ami ugye 14 paklit ad, és hogy hát, ha nyitunk ezekből egy Totti játékos, de ha nem, akkor is szerintem bőven profittal fogunk majd kijönni ebből, úgyhogy nézzük az első 5 pakot, ugye az első Advanced SBC-t csináltuk meg, ehhezért 5 pak jár, Jumbo Gold pak, Jumbo Premium Gold pak, Megapak, Rare Megapak és egy Prime Gold Players pak. Kezdjük ezzel a Jumbo Gold pakkal, amiben 3 rare tudsz lehet csak, hát ez egy elég fors pak szerintem. Egy rare játékos van benne. Ó, egy barcelonás középpályás Suárez. Nézzük, ú, rengeteg játékos van benne, fan Per Simbula Balanta. A pak többi része egy galapkaka. Jó, hát ebből nem is számítottunk semmire. Ez a következő a Jumbo Premium Gold pakkot. 7 rare cucc van benne, na ebből legalább egy board jöhetne. 2 ritka játékos. Hm, 79 STM. Hát ez ideig nagyon gyér. Emlékszel, ezt tavaly kinyitottuk, hogy 3-szor tocs alatt. 2 darab ezüst játékos is van benne. Ez elég gyenge eresztés. Na nézzük a megapakkot. Ebbe sincs board. Atya Isten, ez egy 80-as. Hát a szokásos paklak. Semmi nem jön. Atya Isten, defos. Mondjuk elég sok játékos van benne. Pár fitness. Prime Gold Players Pack, vagy Rare meg a pack, legyen a Prime Gold Players Pack. Na, egy board. Kantinak jobban örültem volna. Egy Pogbának. Ezt már egyszer kinyitottuk valami másik akkon is egyébként. Úristen, a többi ez egy nagy fos, és még... Ez most komoly, hogy van benne 2 darab? A 45k-s pakban van 2 darab ezüst játékos? Ez egy nagyon komoly pak 45k-ért. Gyakorlatilag az egész egy kalapszar. Bár ez a meccses, ott lehet, hogy ér valamennyit. Na és akkor er meg a pak, 55 000-es pak. Nézzük, hogy ebben mi lesz. Ideig elég gyötrelmes. Na nézzük, mi az, milyen board lesz. Á, Paé. Nem, Ribéry. Nem walkout. Csak szar board. 86-os, de nem walkout. Gondolom, ilyen 10 000-be megy. Hát 15 000 tér, abból meg ezt kicsit kipótoljuk ugye ezzel a Kost nyelcivel, és akkor gyakorlatilag megvan a következő 4SBC-nek az ára, úgyhogy többi az már... Volt egy 83-as, többi az viszont már akkor hozza a hasznot. Nincs egy draft token a végén, Alex azt mondja. Nincs. Jó szar pak leosztás, 55 000-ért tudod. Nem mehet mindenki a klubba.
Az első öt pakk az nem hozott igazán nagy játékos, nem volt velük szerencsénk, igazából ezektől se várok már semmit, komolyan, tehát amilyen paklakunk van, ezekből se fog jönni semmi, de azért nyissuk ki őket, ha már gyorsan ledaráltam újabb négy SBC-t. Egy borddal kezdünk. Na, Mustafi, nem rossz, 84-es van ebbe a fos pakba. Ez így nem is olyan fos az a pak, hogy volt benne egy 84-es játékos. Teljesen jó. Ez a következő egy Megapack Rare, Megamag Premium Gold Players Pack és Prime Gold Players. Akkor ezt a Premium Gold Players Packot nyissuk ki másodiknak. Ebben már nincs board, hihetetlen. Ah, Luis Gustavo 80-as. Jó fos pak. Mondjuk, na mindegy, jó szar pak. Maradjunk abba. Mosszoró. Megapack, Rare Megapack és ugye Prime Gold Players Pack, legyen ez a Prime Gold Players Pack, ez most nem olyan szar, semmit nem dob. Board. És egy inform játékos, na ki lesz az? Zalmi Retek. Ja, 80-as. Araujo vagy. Tudja faszom, hogy ejtik. Argentin. Mennyibe megy? Gondolom diszkárdáros. Ja, 10 000. Mindig hát... Ez van. Többi játékos, vagy többi kártya értékelhetetlen fos. Megapak vagy Rare? Meg legyen a Megapak. Nincs benne board. Úristen. Urán, hát ő nem sokáig lesz barszás, jól emlékszem. 82-es szar. Muslera. Ez is egy fos pak. Jesus vagy valami jöhetett volna, de nem. Sok értéktelen szarfos tudsz benne, mez meg ilyen buziság. Ilyen szar 200-as szerződésekkel van tele. Na, utolsó esély, hogy ebbe a körben nyissunk valamit. Rare maga pak. Még bort sincs benne, bazd meg. Szánalmas 55k-es pakból nincs bort. Na, fő, bazd meg. Bella, 82-es vosgani szar. Jézusom, Torres. Na hát ez 55 ezeret biztos nem ér ez a pak. És akkor innentől kezdve csak ilyen szarfosz cuccokkal van tele. Még egy Hunter kártya vagy valami értékeltő sincs benne. Kalapszar az egész. Na hát akkor már csak négy pak marad ugye, harmadik körbe, a harmadik Advanced SBC-ből annyi esik, hogy nyissunk valami jót. Letoltam gyorsan akkor az utolsó Advanced SBC-t is, ugye az 4 pakkot ad meg 12 ezeret, hát ha nem jön ebből egy Totti vagy valami értelmes, hát Tottiról már nem is álmodozok, ha nem jön valami normális játékos, akkor is adjuk ezt a rengeteg játékost a klubba, és van vagy 70, amit még el tudunk adni, tehát összesen egy olyan 100 ezerre fel fog menni a coin, aztán majd átvisszük, szóval mindenképpen nyereséges volt ez a pack opening is így. Úgyhogy nézzük az utolsó 4 pak, dob be valami értelmes játékost, kezdjük ezzel a Premium God Players pakkal. Na egy board. 83-as legyen. Morata. Hát 4000, 5000 coin körül van. Ne egy nagy durranás. Mellette semmi értelmes. Ja, a szaszolós az... Remélem nem diszkált. Na, ez még ér valamennyit, azt mondja Alex is.
Lehet mindenki a klubban. A következő pakk azt mondja, hogy legyen a megapak. Helyett a Rergold pakk. Még egy board. Ami nagyot. Francia. Nem francia, bocs. Benéztem egy pillanatra. Hát ez jó szar. 83-as fok. Ezek minek boardok? De tényleg, ezek minek billboardok? Tehát hihetetlen. Itt az új Wagner. 800 coinba megy egyébként. Ez még drága lehet, ez... Ja nem, de... Ez még drága, ez az RFB-ből RF. Ez még... Ez jó pár ezer lesz. De ez nem olcsó, ez nem ilyen 200-os. Na, megapak vagy Rare Players pack? Kezdjük a megapakkal, Alex is azt mondja. Ebben is van egy board. Á... Ki ez? Matta 84-es. Fú. Nem mindegy, majd eladjuk. Nani, Zsiru. Egy értelmes játékos dobhatott volna egy Marciát vagy egy Jesust. De hát úgy nézem, hogy ezen az akunton se lesz szerencsénk ezekkel az SBC-s dolgokkal. Nagy játékos nem fogunk nyitni itt se. Majd duplikétünk. Na, utolsó lehetőség. Kilépek, visszalépek. Megkeverem. Nem tudom, hogy ez most használni fog-e. Még csak bort sincs benne, bazd meg. Hát ez hihetetlen. Rafael. Meg aztán egy hete még inform lett volna, 86-os. Akkor ez a pakka még egy kalapszar lesz. Hát a 82-es a legjobb játékos. Bazd meg. Ez 45 ezres pak. 50 ezres? Ez 50 ezres pak volt? Ez rare? Úristen, mekkora szor 50 ezres pak. Jézusom. Tehát 82-es játékos benne a nagyobb. Abból is van egy darab. Ez az egész nem ér be, bazd meg. Egy, hát... 7 ezret. Na jó van, srácok, hát... Lófas se jött ebből a pak openingből se, ebből a... Advanced SBC-s okosságból, ezen az akunton se. Nem, hogy Totti, de egy értelmesebb játékos, aki hív azt az informat ugye az elején. Azért egy 100 euróngyot át tudunk vinni a főakuntra. Ilyen vigaszdi, vagy ilyen sovány vigaszt, vagy jobb, mint a semmi. De többre számítottunk. Azért tetszett a videó, dobra egy lájkot, Csipi voltam, szevasztok!